Halleluja. Minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Bele is vágunk a témánkba, tehát az elutasításhoz való alkalmazkodást fogjuk most megnézni. Ugye ez az, ami nem a reagálás az elutasításra, hanem ahogy a reagálás után alkalmazkodik az ember. Ezt úgy lehetne mondani, hogy ahogy emlékeztek, amikor beszéltünk a Mefibósetről, a Jonatánnak a fiáról, hogy Dótánba kellett mennie, és ugye az az első reakció, ahogy odaér, az egy megint egy másik fajta hozzáállás, mint amikor az ember Dótánban él, berendezi az életét a Dótánba, és ez a berendezés maga az alkalmazkodás, és ezt fogjuk most megnézni, hogy milyen következményei vannak, miket épít ki az emberbe, hogyan áll hozzá, amikor elutasításhoz hogyan alkalmazkodik. Ugye sok energiát kell használni az embernek, hogy a szeretetet megkapja. Ahhoz, hogy szeressék, vagy ő is szeressen, ahhoz elkezdi energiákat befektetni a kapcsolatokba, és keresi, hogy hogyan alkalmazkodjon, és hogyan kompenzálhatja az ember az elutasítást. És az első ilyen, ahogy az elutasításhoz alkalmazkodik az ember, az első ilyen a maximalizmus. Tehát amikor valaki maximalista lesz. Ezen azt lehet érteni, hogy a maximalizmus az azt jelenti, hogy tökéletességre törekszik. Mindent, hát nem mindent, de azért megpróbál a tökéletességet véghez vinni az életébe. Ugye miért alakul ki a maximalizmus? Nem lehet kényszeríteni másokat arra, hogy szeressék, ugye? Ezt nem lehet rákényszeríteni. Ezért ő kitalálja, a maximalista ember, kitalálja, hogy majd olyat fogok csinálni, amitől szeretni fognak. Értitek? Tehát ez van a maximalizmus mögött. Ez tudatalatott van az emberben. Tehát megbecsülést keresi, másoknak a elismerését, a maximalista ember, másoknak az elismerését keresi, másoknak a megbecsülését keresi. És ha valamit tökéletesen csinál, akkor mások el fogják ismerni. Azt fogják mondani, hogy húha, te ilyen csodálatos ember vagy? Én is így szeretném csinálni, mint te. Értitek? És amikor ez van, az embert, a maximalista embert elönti a büszkeség, hogy ő egy csodálatos ember. Hát ezért csinálta igazából, hogy ez elhangozzon. És a legfrusztráltabbá tud válni, hogyha nem ismerik el a munkáját az embernek. Tehát, hogy nem ismerik el azt a tevékenységet, amit ő tökélyre fejlesztett. Hiszen azért fejlesztett tökélyre, hogy elismerjék az emberek. Tehát nem de ugye mivel, hogy mindenben ugye nem lehet tökéletes az ember, ezért általában a maximalista emberek specializolnak. Tehát, hogy egy területre szakirányba fejlődnek, szakosodnak a maximalizmusba, és kiválasztanak egy területet, amiben ők a tökéletesek. Tehát ez jellemzi a maximalista embert. Hogy abban az egy, azon a területen ő tökéletes. Tehát ott azt senki nem tudja megelőzni. Ott kiválasztotta azt, ami neki valahogy fekszik, hogy azt nagyjából tudja az ember, hogy körülbelül merre kell mennie, és azt tökéletesen csinálja. Hogyha házi asszonyról van szó, legmaximálisan reggel 6-kor, reggel 9-re odamész hozzá, minden fénylik, semmi nincs a kukába, minden szemétől múzeum van, már reggel 9-kor. Érted? Mert tökéletességre fejlesztette, tehát egy bizonyos területen, hogy azt jól, tökéletesen akarja csinálni az ember. Igazából a maximalizmus az egy zsarnok, tehát egy nagyon nagy kényszerítő erő van mögötte, a maximalizmus mögött. Egy nagyon nagy zsarnoki erő, kényszerítő erő. Mindenben ez az erő, ez úgy nyilvánul meg egy maximalista emberben, hogy mindenben rákényszeríti arra, hogy a célt be tudja tölteni. Értitek? Mindent alárendel annak a
célnak a megvalósítására, hogy amit ő kitűzött, hogy ott tökéletes legyen, az minden tökéletes legyen ott. De még a környezetét is ráveszi arra. Ugyanis azt kell látnotok, hogy a maximalista ember az igazából együgyű ember. Mert egy ügyre koncentrál. Az emberi élet a sokszínű. A sok területre van. És neked nem szabad együgyűvé válnod. Neked az életednek a több területén is sikerhez kell, hogy jussál, de ez nem azt jelenti, hogy minden területen tökéletes vagy. Tehát lehet úgy az ember minden területen sikeres, hogy nem minden területen tökéletes. Értitek? Miért? Nagyon egyszerű. Mert ha szeretet van, akkor a szeretet kipótolja a hiányt. Míg a maximalizmusnál nincs szeretet, hogy zsarnokság van, szinte az, hogy nagyon diktatúra van, és rá van egy kényszerítő erő működik az embernek az életébe, és ezért fókuszál egy területre, mert ott akarja az elismerést kivívni. Mondom, ez tudat alatt zajlik, ezek, amiket itt elmondok, igazából démonoknak a működése van mögötte, de arra kell törekedni, hogy sok területen az ember, egyébként ez is a vezetésnél, de minden más, tehát akár családnak a vezetésébe, akár gyülekezet vezetésbe, akár munkahelyen, cégnek a vezetésében, akár háztartás vezetésben. Tehát az embernek meg kell tanulnia azt, hogy több dologra tudjon figyelni. Mondjuk ez a férfiaknak elég nehéz. Az asszonyoknál ugye valahogy megvan nekik, tehát úgy van beállítva az agy működés a nőknél, hogy ugye tudnak figyelni arra, hogy az egyik gyerek ezt csinál, a másik azt csinál, a harmadik azt csinál, és közben még főz, vasal, meg takarít is, és akkor mindent tudja, hogy mit, hogy. Ugye a férfiak meg olyanok, hogy egy dologra, hogy azt tudja jól csinálni, és egyre odafigyel. Nem a tévére gondolok. És meg kell tanulni, hogy elosztani a figyelmet, hogy ezzel is foglalkozni, azzal is foglalkozni, egyszerre, egy időben. Tehát úgy, hogy ugyanazon a síkon párhuzamosan megy ez is, az is, amaz is. És neked azt kell csinálnod. Neked nem szabad arra törekedni, hogy te vagy a legjobb munkaerő, miközben otthon te vagy a legrosszabb férj. Érted? Legrosszabb családapa. Hát akkor mit érsz azzal, hogy tökéletes vagy a munkahelyeden? Miközben leromboltad a másik területeden. Tehát neked jól kell, hogy teljesítsél otthon, jól kell, hogy teljesítsél apaként, férjként, jól kell, hogy teljesítsél alkalmazottként vagy főnökként, jól kell, hogy teljesítsél a gyülekezetbe, társadalmi tevékenységekbe, mindenféle dolgokba. És az a jó, hogy amikor az ember beáll ebbe az egészbe, akkor kifejlődnek ezek a képességek. Az elején ez nehéznek tűnik, de ahogy benne van ezekben, elkezdenek fejlődni ezek a képességei az embernek. Eljut oda, hogy megtanulja ezeket a dolgokat, hogy hogy kell csinálni. Tehát nem szabad, hogy egy területen te legyél a szaki. Minden területen kell, hogy tudjál alkalmazkodni és tudjad csinálni a dolgokat. Oké. Tehát kényszerítő erő van ebben, hogy mindenbe alávesse magát a cél érdekében. Ugye ezért kevés pihenés és fizikai túlhajszolás jellemzi az ilyen embert, tehát a maximalista embert. Nagyon keveset pihen, és fizikailag viszont túl van hajszolva. És ez az egész a megbecsülés érdekében történik. Ha minden jól alakul, ugye? Tehát itt kétfelé lehet választani, hogyha erre pont minden jól alakul, ahogy neki, ahogy alárendeli ennek, akkor eltönti a büszkeség az embert. Ilyen jó vagyok. Mégse kell engem elutasítani. Én egy ilyen jó ember vagyok. Tehát büszkeség jön be. Tehát jobb, mint bárki más. Míg hogyha nem jól alakulnak a dolgok, tehát nem tudja megvalósítani, hogy akkor bejön a csalódás az embernek az életébe, türelmetlenség, ingerlékenység, jobban felbosszantják különböző dolgok, mert nem tudja megvalósítani azt, amit kitűzött maga elé. Mintha attól függ, azon állna a törvény, élet és halál, mintha az, hogy megvalósítja azt a dolgot, vagy nem. Érted? Tehát úgy áll hozzá, mintha ez vére menne így. És ha nem úgy alakulnak, ingerlékeny lesz, türelmetlen lesz,
Harag szabadul fel az életébe. Sikertelenség, ugye? Hogy nem sikerült. Ugye a sikertelenség mit csinál? Frusztráltá teszi az embert. Tehát még jobban frusztrált lesz. És akkor mi történik? Mi lesz a következménye, amikor sikertelen, kudarcos, frusztrált lesz az ember? Elkezd másokra mutatni, hogy ők a hibásak ezért. Hogy nekem nem sikerült tökéletesen megcsinálnom. Tehát mindig van egy hibás, tehát mindig van egy bűnbak, aki ráfogja, hogy most mi miatt nem lett tökéletes. Tehát mi miatt nem sikerült az a tevékenység, amit ő egy maximalista ember, hogy nem sikerült, és akkor ráfogja. És akkor ilyenkor vagy a feleség a hibás, vagy a másik, vagy a harmadik, a gyerek, a munkaadó, az, aki, és a többi, és a többi. Tehát mindig valaki rákeni, hogy ő a hibás érte. De igazából nem az a hibás, csak nem úgy alakultak, ahogy ő, hogy a tökéletességnek megfelelően akarná dolgokat csinálni, és ezért másokat hibáztat az ember. Na, az ilyen maximalista ember, az hagyján, hogy önmagával kapcsolatban ugye kevés pihenés, túlhajszoltság, minden energiáját összefogja, hogy sikerüljön elérni a célt. Ilyenkor egyébként ilyen szinte azt lehet mondani, hogy természet fölötti erő, tehát ilyen lelki, pszichikai erő tölti be az embert, és sok, tehát akik normálisan élik az életüket, azok csodálkoznak, hogy bír ez az ember 2 órákat aludni, 4 órákat aludni hosszú távon, és úgy éli az életét. Miközben igazából ez démonikus erő van mögötte, és egyszerűen démonok okozzák ezt a dolgot, és démonok energizálják az embert, a pszichéjét démonok energizálják, és olyan dolgokat tud megtenni, amit más normális ember nem tud megtenni, de ilyenkor a maximalista ember büszke arra, csak ő nem tudja, hogy ezek démonok, tehát ő azt hiszi, hogy ez az ő pszichikai képességei ezek a dolgok. Értitek? Tehát az ő képességei ezek a dolgok. De közben ezek már démonok beépültek. Ilyenkor van az, ugye, amikor szabadulás van, sokszor látszik, hogy egy vékony embert, érted, 8-an fognak le. És látszik, hogy van ilyen, hogy a démonok olyan erőt tudnak adni az embereknek, hogy megsokszorozódik az energiájuk. De ugyanígy van a maximalistáknál, hogy túlhajszolja magát, de ő nem is veszi észre, hogy túlhajszolja. Ha egy normális embernek kéne azt csinálnia, az már rég tönkre menne, mert benne nincsenek démonok, és nem is tudná felvenni a versenyt. De a maximalista ember meg azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ő démonizált, és benne energizálják a démonok, hanem ő azt mondja, hogy a másik az gyenge, és elkezdi követeléseket támasztani a másokkal szemben, tehát otthon a feleséggel, vagy a férjel szemben, elkezdi ugye, hogy ugyanarra a szintre feljön, de szerintem a démonok nélkül nem tudja az ember megtenni azt, és ezért vagy a házastárs az démonizálódik, és felveszi a versenyt, tehát ugyanígy a maximalista emberrel, vagy pedig folyamatos konfliktusok fogják kísérni az életüket. Tehát a másikkal kapcsolatban, tehát másokat is kötelék alá helyez, ugye, mert ő maga is egy zsarnokság alatt van, tehát ez a kényszerítő erő, ezt át akarja ugye vinni, utána a démon őt is használja csatornaként, ahogy az ő életet is leterhelte, rajta keresztül a másiknak is az életét leterheli. És kötelék alá helyez másokat is, elvárja, hogy a körülötte levők ugyan akkora odaszánással és hozzáértéssel teljesítsék a feladatokat. Értek? Tehát, hogy ugyanazt a hozzáállást, ugyanazt a vehemenciát, ugyanaz a hozzáértéssel, tehát profizmussal csinálják meg az emberek a dolgokat. Ez a maximalizmus. Ezzel nem szabad ennek engedni, mert mindenki más és más. Te nem tudsz olyan lenni, mint én sem tudok olyan lenni, mint te. És gondold el, hogyha ez otthon a házasságban történik, az oké, tönkreteszi a házasságot. De amikor ez a kapcsolatokba kijön, például a gyülekezetbe, szolgálatokba, vagy munkahelyen, nem lehet vele együtt dolgozni. Onnan lehet megismerni a maximalista embert, hogy magányos ember. Mert egyszerűen lehetetlen ugyanazt a teljesítményt kihozni. Értitek?
Tehát nem szabad, tönkreteszi a gyerekeket, tönkreteszi, ha valakinek maximalista apja van, és rákényszeríti, érted, tehát ezt a maximalizmusát, tökéletességét, hát érted, úgy kezdődik, ugye az étel, először ugye nő fel a gyerek, az hagyján ugye a játékokban, de az ételeknél. Érted, 2-3 évesen késsel villával eszik a gyerek. Értitek? Tehát, hogy egy túl követelmény van rajta, és így lesz a gyerek is, így jön át az elutasítottság, mert ugye ez a maximalizmusnak az eredete az elutasítottság, és így lesz az elutasított embernek a gyereke is elutasított, hogy egyszerűen olyan követelményt, meg a feleség is így lesz elutasított, vagy a férj, hogy olyan követelmény van eléd támasztva, amit nem tud megcsinálni. És ilyenkor egy férjnek, egy feleségnek át kell gondolnia, hogy mennyit enged meg, tehát hogy kell-e ezeket a követelményeket, tehát 10 parancsolatként meghatározni házastárs felé, gyerekek felé, munkatársak felé, vagy pedig van egy, hát de igazából pontosan ezért nem tud türelmes lenni, mert ő maga van benne egy démonikus kötelékben, tehát maximalizmusban, és ezért ez ugye állandó konfliktus helyzeteket fog okozni. És mondom, ez csak úgy lehet, csak úgy reagálja le az ember, hogy előbb-utóbb magányossá válik az ember. Tehát még a családban is egyedül lesz. Ez nem az, én nem, most nem arról beszélek, hogy ne dolgozzál rendesen. Itt nem erről van szó. Itt értsétek meg, arról van szó, hogy valakinek ez egy kényszer, hogy őt elismerjék. Értitek? Tehát ez egy kényszerviselkedés, aminek az a lényege, hogy őt csodálatot váltson ki, hogy őt elismerjék, hogy kiváltsa másoknak az elismerését. Tehát kényszer. Házasságokban ez feszültsége, kapcsolatokban újabb elutasítottságok jelentkezhetnek erre. Miért kényszer a maximalizmus? Mert irreális és szükségtelen célokat megvalósítására megy rá. Tehát irreális és szükségtelen célokat akar megvalósítani. Jézus válasza az elutasítottságra, onnan lehet tudni, hogy Jézus meg azt mondja, hogy az én igám könnyű, nem? Az én terem gyönyörűséges. Tehát ez van az Úrtól. Az Úr nem frusztráltságot, amikor az Úrnak az igája van rajtad, amikor az Úrnak a terhe van rajtad, amikor az Úr tanít, nevel, int, bátorít, akkor az mindig egy gyönyörűség van benne. Nem, az nem teher van benne, nem olyan, hogy szétmegy az ember, tönkre megy, szétmegy a személyisége az embernek. Amikor az Úrnak a terhe van egy emberen, az gyönyörűséges az embernek az életébe. Az még akkor is, hogyha rosszul is csinálja, akkor is egy kivált belőle, egy könnyedség van benne. Tehát mégiscsak van benne egy könnyedség. Ugye, ami még a maximalizmushoz hozzátársul, ez a önteltség és büszkeség. Tehát ez az, ami a maximalizmusnak a következménye, önteltség és büszkeség. Ugye az önteltség az azt jelenti, hogy megtelik magával. Tehát, hogy ő az etalon, ő a mérce, ő az, akit mércének lehet állítani. Tudod, úgy, mint a Stahanovot a szovjetek. Itt a mérce, ezt kell utolérni. És ha ezt nem érik utol, az nem igazi szovjet, aki ezt nem éri el. De Jézus meg azt mondja, hogy aki magát fölmagasztalja, az meg fog aláztatni. Tehát ez ennek a következménye, hogy ilyen ember általában mindig megaláztatik. Tehát, hogy mindig az életében ez a hullámvölgyes időszak van, hogy ha sikerül teljesítenie, akkor megtelik büszkeséggel, akkor minden happy, minden jó, örül mindennek, felszabadul, lehet érezni egy felszabadultságot, és utána pedig ez büszkeséggel tölti el, de erre meg Isten fogja leverni, mert ugye azt mondja, hogy aki magát felmagaszt, ez megaláztatik. Erre rittig történni fognak olyan dolgok, hogy megalázkodjon az ember. Ahogyha meg nem sikerülnek a dolgok, akkor meg ő maga fogja ugye bunkozni a környezetét, meg mindenkit, másokat hibáztat, és azért megy lefele a dolog. Értitek? Tehát, hogy a maximalista embernek mindig, hát igazából én azt mondom, hogy mindig lent van, csak néha van fönt, amikor jól sikerül a maximalizmus.
De utána rögtön leesik, meg utána rossz következmények lesznek az életében. Hát ez a maximalizmus. Így nagyjából. De nem kell maximalizmusnak lenned. Miért? Mert a szeretetben tűrés van, türelem van, a szeretetben kipótolja hiányosságokat, és ezért nem kell ez ilyen vére menően csinálni a dolgokat. A második, ami kialakul ugye az alkalmazkodásra, ez a hamis könyörület, hamis felelősség. Ugye, hogyan alakul ki, ez miért az elutasítottságra adott válasz, vagy az alkalmazkodás? Nagyon egyszerű. Hát, ha nincs ki, akit lehetne szeretni, és az ember ugye társaság után vágyik, tehát ugye, mert ő egyedül van ugye az elutasított ember, de vágyik társaságra, szeretne társat. Na most, vannak olyan emberek, akik kinéznek maguknak egy náluknál elesettebb embert, és ilyenkor ez egy démon, a hamis felelősség, hamis teherkönyörület, hogy ő úgy gondolja, hogy majd ő megszabadítja azt az embert. Értitek? Ez keresztényeknél szokott lenni, vagy ilyen, tudod, hogy mondjuk arra kell vigyázni egyedülálló hölgyeknél, hogy nehogy hamis könyörület legyen benne, hamis felelősség, mondjuk egy világi férfi felé, aki mondjuk alkoholista, és ő az életének a célját tűzi ki, hogy ő megmenti ezt az embert. Értitek? Mert akkor van kit szeretni. Érted? Tehát társaság után vágyik, de viszont ugye az elutasítottság működik, tehát a normális kapcsolatrendszerben ezt nem tudja megtalálni, ezért keres olyat, aki vagy erkölcsi bűnben van, vagy egy nagyon nehéz helyzetben van, és akkor összeköti vele az életét azért, hogy ő felemelje. Érted? Egy hamis könyörületből. De ez megint egy félre sikerült, tehát ezt nevezik a pszichológiában társfüggőségnek, hogy keresnek egy olyan embert, akit úgymond fel tud emelni, fel tud karolni, majd ő felkarolja azt az embert. Értitek? De közben az, ami mozgatja, az a hamis felelősség, az a hamis könyörület. Tehát ez viszont veszélyes ilyen kapcsolatokat kialakítani. Felelősnek érzi magát az ember, utána ez egy azért hamis felelősség, mert az ember nem tud ebből kiszállni, mert ő felelősnek érzi, tehát komolyan felelősnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy ha ő erről az emberről leválik, akkor az ember az üdvössége rámegy annak az embernek, elkárhozik, és ő lesz a felelős, Isten őt fogja felelőssé tenni, és a többi, és a többi. De ez egy démon, van olyan démon, akinek az a neve, hogy hamis felelősség démona. Becsapás, tehát ez önbecsapás, hogy mások meg fognak változni ő miatta. Te miattad nem fog megváltozni senki. A kenet tudja megváltoztatni az embereket. Az önbecsapás, hogyha te azt gondolod, hogy te meg tudod változtatni. Te még saját magadat se tudod megváltoztatni, ember. Hát hányszor próbáltad? Hát hogy akarod megváltoztatni a másikat, amikor önmagadtól te se tudtál megváltozni? Hát ahhoz is az Úrnak kellett beavatkozni az életedbe, hogy meg tudjál változni. Meg most is hányszor kell, hogy Isten igéje jöjjön, bemenjen a mélybe, mély szántást végezzen az embernek a szívébe, hogy az ember meg tudjon változni. Tehát az a legnagyobb bolondság azt gondolni, hogy te miattad fog valaki megváltozni. Hát én tudom, hogy én nem tudlak téged megváltoztatni. Ha én úgy szolgálnék itt, hogy majd én megváltoztatok mindenkit, hát én lennék a legboldogtalanabb, legfrusztráltabb ember a Földön. Hát én erről letettem, nincs ilyen messianisztikus vágyam. Nem is volt. Mert tudom nagyon jól, hát magamat se tudom megváltoztatni. Hogy tudnálok akkor téged? De azt viszont tudom, hogy van Istennek kenete, ereje, hatalma. És ha az át tud jönni tőlem, rád, akkor az meg fog változtatni. Akkor az más emberé fog téged tenni. Tehát ezt le kell tenni. Harmadik reagálás, alkalmazkodás a elutasításra. Állatok iránt való rendellenes viselkedés.
állatok iránt való rendellenes viszonyulás. Emberek, jegyezzétek meg, amikor Ádámhoz odavitte Isten az összes állatot, utána azt mondta Isten, nem talált hozzáillő segítő társa. Tehát ez a kiindulási alap az állatokkal kapcsolatban. Fel lehet ismerni, három-négy dologból fel lehet ismerni, hogyha nem egészséges a hozzáállás, a viszonyulás az állatokhoz. Elmondjam? Hát, ha magadra ismersz, nem tudom, hogy köztetek nincs ilyen, de azért elmondom. Hányatoknak van házi állata? Az első. De az első kérdés. Embernek tekinted-e a házi állat? Magyarán családtagként kezeled-e? Van ilyen, az ember megy az utcán és hallja, anyuci, itt van anyuci, ugye mondja a néni a kiskutyának, itt van anyuci. Tehát úgy kezd el neki magyarázni, tehát úgy kezeli, mint hogyha ugye családtag lenne. Ugye ez a legszélsőségesebb esetekben még az e-mail végére is hozzáírja, amikor ugye üdvözlettel anyuci, apuci és Robika. Ugye a Robinak hívnak, nem veled kapcsolatban mondom. Második ismertetőjel. Ugye a házi állat szintjére mész le. Letérdez, tehát az ilyen kikapcsolódási élményt jelent, hogy lemész kutyaszintre, tehát letérdelsz, ott játszadozol, gurulsz a kutyával együtt, vagy ki tudja. Tehát ilyenkor van, hogy démonizálódik az ember, és szabaduláskor ugyanúgy ugat, mint a kutya. Mert így megy ki belőle ez a szellem. Jó, harmadik. Nagyobbra becsülöd-e az állatok életét az emberek életénél? Ugye lehet hallani ilyen állat, szerintem ilyen állatvédő ligák szerintem tele vannak ilyen elutasított emberekkel, akik az állatok, a legnagyobb boldogságot az állatok adják, és hamarabb megindul, ott van egy gyerek, és egy kutya, ki van ott terülve, meg ilyenek, vagy be van kötve az egyik lába, és akkor ott van mellett, tehát, és akkor megy el egy csecsemő. És a kutyára jobban figyelnek, mint a csecsemőre. És mondják a kutya, jaj, de aranyos, de észre nem veszi a csecsemőt, az ember csecsemőt észre nem veszi, de a kutyát azt észreveszi. Értitek? Elképesztő. Tehát, hogy nem indul meg, tehát amik szoktak lenni, szerintem ez már ilyen hát nagy sötétség, ez a ilyen állati, úgy magyarázzák, hogy operálják az állatokat, meg milyen pénzeket költenek el. Az ember csak néz, ezt emberekre költenék, gyerekekre, beteg emberekre, hát sokkal jobban előre haladna az egész. És képzelj, azon megy a műsor, hogy szegény gorilla depressziós. És hogy lehet felvidítani a gorillát? Tehát ilyen ember az a jellemző, hogy inkább elnézi, hogy egy ember megsérül, meghal, mint egy állat szenvedjen. Tehát innen lehet megismerni, tehát hogy ez a rendellenes viszonyulás az állatokhoz. Vagy ugye azt mondja, behozza 10 parancsolatot, ne ölj, meg van írva, tudod, állatokkal kapcsolatban, azt mondja, ne ölj. Értitek? Tehát, hogy ennyire el van csavarva a gondolkozás, hogy egy szintre helyezik az állatokat az emberekkel. De ugye ez mutatja, hogy ez a pogány Isten hit, ugye, hogy a természet, földanya, meg ilyenek, ugye, hogy ugyanaz a teremtmény, ugyanolyan, az állat és az ember ugyanaz, hiszen az ember az állatoktól ugye, tehát az onnan van a származás, ez ugyanaz, nem? Hát ez is a Darwinnak köszönhető, olvassátok el a két héttel ezelőtti heteket, hát ez az ideológia, hát erre mondtam nektek, hogy világnézeteket alakító emberek ezek, nagyobb hatással voltak az emberiségre. Múlt héten, amit mondtam nektek hétvégén Sándor pásztor, hogy arról beszélt vasárnap Isten tiszteleten, hogy ugye szellemi vezetőknek kell lennünk. És azt mondja, hogy sok ember, ugye amikor olvassa a Máté 24-et, amikor ott van, hogy sok hitető és hamis Krisztusok jelennek meg a világba, és ugye Krisztus az, aki a világosságot adja a világnak, aki szellemi vezetője, a helyes célt adja meg,
És ugye sok keresztény meg azt mondják, ugye, ahol félnek a csodáktól, meg azt mondják, hogy vége lett a csodáknak, ők mit mondanak? Hogy ezek a hamis Krisztusok olyan keresztények, akik démonokat üznek, gyógyítások mennek rajtuk keresztül, mert ilyen már nincs, és ezek hitetik el az embereket, hogy jelekkel és csodákkal. De emberek, tudod, hogy kik a hamis Krisztusok? A Nietzsche, a Darwin, akik, érted, ne ilyen, hogy a keresztények ilyen hajlamosak, ilyen, ezek pitiáner dolgok, nincsenek hatással a világra, de ilyen emberek, akik ilyen hamis célokat, hamis a tudatukba, a világnézetekbe, az emberekbe, hamis célt hoztak be, hamisan magyarázzák a világot. Gondold el, hogy ezek mekkora károkat tettek. Hát Isten igéje nem piti dolgokkal foglalkozik, amikor Isten igéje leír valamit, az annak van jelentősége. Amikor leírja az, hogy hamis Krisztusok, akkor ne azt kézzel, olyan emberek, akik 10 embere vannak hatással, és azt mondják neki, legyetek öngyilkosok, és akkor öngyilkosok lesznek. Nem ezek a hamis Krisztusok, hanem olyan emberek a hamis Krisztusok, akik egész világnézetekkel deformálják el az embereknek a gondolkozás módját. És kézzel bejött Darwin a képbe, és idáig elmennek, hogy az ember és az állat az ugyanaz. Ez a következménye. Elhitték az emberek, ezt tanulták, és elhitték, és ez a világ nézetükbe benne van. Amikor semmi köze nincs az ember az állatokhoz. Se genetikailag sincs meg hozzá. Hát miért? Azért, mert a majom és az ember között pár, lehet, hogy 4% a különbség. Ugye a genetikában, DNS-ben. Hát most azért, mert az az állatnak a genetikája 95%-ba egyezik az enyémmel, azért ő ember? Vagy én azért majom vagyok? De ez hülyesség. Hát Isten a földből teremtett, tehát a földből jöttek elő azok is. Hát azért, mert ugyanaz az anyagunk van. Érted? Attól még azért, mert az ismertető jelek. Érted, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a majomnak is ugyanilyen van tenyere, vagy nem tudom, mancsa, vagy nem tudom, milyen van. De hát azért, mert nagyjából hasonlít. Hát az csak azt jelenti, hogy a teremtőnk közös. Mert a névjegye, ugye, érted, hát az ismertető jeleit ott hagyja. Tehát ez ugyanaz, mint attól, hogy a Leonardo csinált egy festményt, vagy egy szobrot, és vannak ismertető jelek, ami ugyanaz. Hát ez nem azt jelenti, hogy a két alkotás ugyanaz. Csak azért, mert hordozza a hasonlóságot. Hát így van a teremtővel is, az alkotóval is. Azért, mert az alkotásaim van hasonlóság, az nem lehet egy szintre helyezni, és egy. Csak mi rólunk van az megmondva, hogy mi vagyunk Isten képére és hasonlatosságára teremtve. És nem vagyok hajlandó egyetlen egy embernek a hülyeségén és egy szintre emelni magamat, és károsztatva és vádolva érezni magamat, vagy lelkiismert furdalásban, mert én az állatokat nem tartom ugyanannak a szintben, mint az emberrel. Persze, a hívőről azt mondja Isten igéje, hogy figyeljen oda az állatának az életérzésére is. De ez nem azt jelenti, hogy ez az állat az ember. Hogyha azon múlna, hogy kinek kéne, hogy egy ember és egy állat, a házi állatom között kéne választani, hogy meg tudja menteni azt az embert, semmi perc alatt egyértelmű az a helyzet, hogy az állat haljon, és ne az ember. Ez egyértelmű, ez nem kérdés, ez eszébe nem jut az embernek ezt átgondolnia. Tehát ez a harmadik olyan ismertetőjel. És a negyedik, hogyha mondjuk valakiben van ilyen, az hogy egy olyan ismertetőjegye van, hogy nagyon védi az állattával való kapcsolatát. Tehát a házi állattával, hogy az milyen fontos, milyen áldás neki annak az állatnak az, hogy ott él. Társasága, nem magányos. Persze, biztos, nem magányos. Tehát egyértelmű, én is azt mondom, hogy azért nem véletlenül alkotott az embernek, tehát hogy állatok veszik körbe az embert. Az ember és az állat között különbség van, és soha nem lehet egy szintre emelni az állatokat az emberekkel. Oké, negyedik ismertető jele, vagyis az alkalmazkodás negyedik típusa az anyagi vágyak, tehát a vágy, folyamatos vágy generálódás van az emberben. Elutasítottság, amikor ott van az életében, úgy alkalmazkodik, hogy vágyak generálódnak az életében, majd mindjárt mondom, hogy milyen vágyak, de ugye azt kell tudni a vágyakkal kapcsolatban, hogy a vágyak azok általában olyan dolgokra vonatkoznak,
amik Isten megadta, hogy természetes módon az ember legálisan is ezekre a vágyakra be tudja tölteni a szükségeket ezekre a vágyakra. De amikor elutasítottság van az emberbe, akkor egy túlon túl nagyobb igénye van ezek felé, a dolgok felé. Például ilyen, például hadd mondjak ilyeneket, egy példát, hatalomvágy, elismerésre való vagy, pénz utáni vágy, szexuális vágy. Tehát ezekbe jelentkeznek, tehát az elutasítottsága a vágy formájában. És ugye a vágyjal kapcsolatban az a baj, hogy a szeretet, ugye mert az elutasítás az a szeretetlenség miatt van. A szeretet az meg tudja elégíteni az embert. Értitek? Ez bármiben, tehát a házas életben, kapcsolatokban, amikor szeretet van, akkor egy betöltődés van. De amikor vágy van, tehát amikor a puszta vágy van, az soha nem tudja kielégíteni az embert. Abból mindig több kell, mindig több kell. Az mindig egy űrt hagy maga után, ahogy betöltődik az a vágy, rögtön egy üresség jelentkezik. Onnan lehet megismerni, hogy még hogyha normális vágyad van, tehát úgy értem, hogy nem illegális, hanem legális, tehát még Istentől van az, hogy az a vágy benned lenne, de ha illegális módon töltöd be azt a vágyat, akkor mindig egy űr keletkezik, mert az nem a szeretetből van, hanem mindig egy puszta vágyból van az a dolog. És ezért mindig egy űrt hagy maga után, amire megint az ember be akarja tölteni. Értitek? És belekerül egy 22-es csapdába. És a másik, hogy a vágynak a betöltése nem csak űrt hagy maga után, hanem sebeket általában. Tehát, hogy sebek is keletkeznek mindig az emberben. Míg amikor a szeretet által van betöltve, legális módon, akkor ez egy teljességérzetet adja az embernek. Megelégedés és a teljességérzetét adja az embernek. Nézzük meg a Jakab levélnek az első, ugye itt a szegénységben az első ilyen a anyagi vágyak. Ugye az emberben folyamatosan anyagi vágyak generálódnak, hogy ugye hozzájusson anyagi vágyakhoz. Itt azt mondja a Jakab levele, negyedik rész, első verszakában. Honnét vannak háborúk és harcok köztetek? Tehát egy háborúság jellemzi az anyagi vágyakat, harcok jellemzik. Azt mondja, nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, tehát vágyaitokból, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek, tehát harcolnak. Tehát a vágyak, azt mondja, amikor megjelennek a vágyak az emberben, akkor ennek az lesz a következmény, a gyümölcse, a kapcsolatokban azt mondja, a háborúságok, harcok vannak. Konfliktus van. Értitek? Konfliktus. Azt mondja, kívántok valamit. Tehát benne van a kívánás. Azt mondja, nincs nektek. Mi a következménye? Tehát ki olyan dolgot, ugye, tehát mi, ahogy nincs neki, de kíván valamit, azt mondja, gyilkoltok, irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok, és háborúskodtok. Tehát újra mondja, hogy konfliktusok vannak, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Tehát mi ennek a lényege? Az, hogy nem Isten elé tárja az ember az ügyét, hanem természetes szinten a saját vágyaitól hajtva akarja megoldani a problémájára a választ. Miközben azt mondja Jakab, ha te lemondanál erről, és kérnéd az Urat, ő megadná neked. Megadná, azt mondja, kéritek, utána azt mondja, figyelj, kéritek, de nem kapjátok. De hát az előbb azt mondtam, hogy megadná. De itt azt mondja, nem kapnátok. Miért? Mert nem jól kéritek, hogy a gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát magyarán azt mondja, hogy azért nem adja meg az Úr, mert látja, hogy a vágyaitokat akarjátok kielégíteni vele. És ezért nem adja meg. De hát akkor mire adja meg az Úr? Érted? Hát akkor mi a... De hát akkor, hát persze, hogy a vágyamra, hát mondjuk szeretnék egy autót. Hát a vágyamra akar, érted? Tehát ez a vágyam, akkor most mi lesz? De nem biztos, hogy támogatja az Úr azt a dolgot. Mindig meg kell nézni.
hogy mit támogat az Úr, meg mit nem. Ezt mindig tudnia kell az embernek a vágya között és a realitás között különbséget tenni. Én akarhatok egy robogót, kettőt is. Ott van egy szép, csillogó robogó. És mondjuk meg lenne az embernek még a pénz is rá, mondjuk. De az embernek tudnia kell választhozni. Ez a vágyam, vagy tényleg szükség? És itt jön a kérdés. Mert tudod, mi a probléma? Az hagyján, elmondok neked még valamit, hogy szűnik meg egy embernek az áldás Istennél. Amikor azt látja Isten, hogy azt a pénzt, amit ad neked Isten, azt a vágyaidra költöd, és nem reális szükségek betöltésére. És itt rontják el általában a magyar emberek, hogy ahogy pénzhez jutnak, irreálisan költik el a pénzüket, a vágyaikra költik el a pénzüket, és aztán csodálkoznak azon, hogy Istennek megszűnik az anyagi, a támogatása az anyagi bevételekre, és nem ad anyagi bevételt. Azért, mert nem jól sáfárkodik azzal a pénzzel, amit Isten ad neki. Tehát neked, amikor bejönnek az anyagi javak, akkor neked különbséget kell tenned a reális szükségek betöltése és a vágyakkal kapcsolatos betöltés között. És nézned kell a lelki ismeretedet, figyelned kell a lelki ismeretedet, figyelned kell a szívedet, hogy Isten akaratában van-e azt, hogy ezt a pénzt mire költöd el. És sokan itt rontják el. Már itt kezdődik az, hogy maguk alatt vágják a fát, és csodálkoznak azon, hogy Isten nem támogatja őket az a anyagi bevételükön. Ne csodálkozzál, ha rosszul költöd el a pénzedet, soha nem fog Isten támogatni abban. Nem fogja megadni, hogy Pál itt mondja Jakab, ez benne van Isten igéjébe, nem fogja megadni Isten. Elrontod egyszer, kétszer, háromszor, aztán azt mondja Isten, most legyél benne jó pár évig, hogy rádöbbenjél arra, hogy hogyan kell a pénzzel kapcsolatban gondolkodni. Ez nagyon kemény, de Isten nagyon kell, érted, hogyha nem tudsz egy-két dologgal kapcsolatban felvenni azt a vezetést, amit Isten ad, akkor Isten nagyon keményen, tehát nem úgy van, hogy jaj, akkor megint adok, Isten nem tékozló. Azt látja, hogy nem, jó, meg fogod tanulni, semmi gond, meg fogod tanulni. Izrael fiai is megtanulták 40 év alatt, meg a többiek is megtanulták. Vagy megtanulod, vagy a puszta marad neked. Ennyi volt. Nem kell csodálkozni. És akkor majd meg fogod tanulni, hogy mi az igazi szükség, és a szükségre milyen szükségek azok, amiket Isten be akar tölteni, és meg fogod tanulni, hogy mi az, ami ilyen, jó, persze, lehet, hogy arra is szükség van, de nem most, nem akkor, nem az az idő annak, hogy azt a fajta szükséget betöltse az ember. Értitek? Nem kell neked megideologizálnod, hogy most erre most jó, nagyobb szükségem van. Dehogy is. Belül, a lelki ismeretedbe, belül, a szellemedbe, a szívedbe, ott van, úgyis ott tudja úgyis az ember, hogy minek van itt az ideje, hogy ebben a helyzetben mihez kell, merre felé kell a pénzt elosztani. Ha nem úgy csinálod, mondom, ne csodálkozz, hogy az anyagi életedbe krakkál be. De most ebbe az időbe azért ne próbálkozz ilyenekkel. Én nekem az a vélemény, hogy tanulj a hibákból, vedd a tanácsot, az igének a tanácsát, mert ebbe az ideje, nem annak az ideje van, hogy még jobban lenullázd magad ilyen helyzetekben, ami most van Magyarországon, meg a világban, hanem az, hogy tanulj ezekből, vedd Istennek a tanácsát, és csináld úgy a dolgokat, ahogy Isten, magyarán pozícionáld bele magad az áldásba. És ne kerüljél ki belőle még jobban, mint ahogy eddig kikerültél. Mert az ember megtér, tudja, egyébként tudod, amikor sok ideig az embernek nincsen, aztán utána Isten elkezdi megáldani, akkor kell a legjobban vigyázni. Azért, mert az ember, itt derül ki az, hogy az ember kompenzálni akar, vagy nem. És nem szabad kompenzálnod. Ahogy Elizeusnak a szolgája csinálta. Hogy ugye ott volt Elizeus mellett, ugye a Géházi ott járt az Elizeus mellett, ugye nem jött be annyi pénz, meg ilyen, meg olyan, ugye állandóan szolgálat volt, meg ilyenek, és akkor egyszer csak megjelent egy gazdag ember. És úgy gondoltam, most meg lehet húzkodni, meg lehet fejni, mint a tehenet. Ráadásul még ő is meg akarja magát fejetni. És akkor látszik, hogy Elizeusnál ott volt az önkontroll, tudta nagyon jól, hogy mi a helyzet. Géházi pedig azt mondta, na ezt Elizeus, még mondja is, használ egy olyan kifejezést ott, egy ilyen pejoratív félét, hogy na az én uram nem akarta ő ezt, tudod, valamit mondott, hogy
hogy ugyan a Námánt, hogy lehúzni, majd én akkor megcsinálom, tudod, hogy... És elment, ugye, és azt mondja Elizeus neki, figyelj ide, hát most van itt ennek az ideje. Most van annak az ideje, hogy az ember pénzt gyűjtsön. Most van itt annak az ideje, hogy szolgákat, szolgálólányokat, házakat vásároljon az ember. Tudni kell, hogy mikor, mi a reális dolog. Nem kompenzálni nem szabad. Ha kompenzálsz, elveszíted az áldást. És mondom, ez akkor durva, amikor hosszú ideig az ember nélkülöz, és utána jön be, Isten elkezdi áldani, és arra akkor kell vigyázni, hogy ne kompenzálj. Ez ugyanaz, mint amikor hosszú ideig éhezik valaki, és utána a terítő asztalkához kerül, és telezabálja magát, és meghal. Hát hányan haltak így meg, akik koncentrációs táborból megmenekültek, ilyen vékonyak voltak, éheztették évekig őket, lesoványodtak, és nem tudtak egy kontroll gyakorolni, ugye jöttek az amerikaiak, adtak ételeket, és nem volt bennük egy kontroll, és ugye kompenzálni akartak, és abba haltak bele sokan, képzeljétek el. Megmenekültek a koncentrációs, értitek? Tehát sikerült megmenekülniük, de meghaltak mégis, azért, ugye nem tudta feldolgozni a szervezetük az ételeket. Nagyon kell vigyázni kompenzálással, nem szabad kompenzálni. Az tönkretesz a kompenzálás. De csak tanácsnak mondom, hogyha lesz ilyen. De nyilván azért beszélek erről, mert fog jönni Istennek az áldása az életetekbe. És akkor tudjad, hogy mi a helyes dolog, mit kell csinálni akkor. Amen? Tehát anyagi vágyak. Ugye itt a világ szelleme elhiteti az embernek, hogy a világban vannak azok a dolgok, amelyek megelégítik az embert. Tehát ekkor a világnak a szelleme működik benned, hogyha te ezt elhiszed, hogy a világban vannak azok a dolgok, amik megelégítenek téged. Nem a világ. Amik a világban vannak, azok ideig, óráig elégítenek meg. Aztán vége. Aztán egy nagy üresség, egy nagy nulla, szakadék, és újra kezdheted felépíteni az egészet. Tehát nézzétek meg, ebben példa számunkra Mózes, az anyagi vágyak területén. Mózes az példakép van, példaképnek van előttünk állítva. Ugye ő az, aki Egyiptomban nőtt föl, Egyiptomnak a gazdagságából részesedett, és mégis azt mondja, hogy a Krisztus gyalázata miatt otthagyta Egyiptomat. És inkább elment a pusztába, inkább elment Midian földjébe, mint az, hogy Egyiptom gazdagságával részesedjen, mert a Krisztusra nézett. Jó? Tehát ti is így lehetek az anyagi vágyakkal kapcsolatban. Isten megadja. Nem a mammon. Ne, mindig, figyelj, anyagi vágyakkal kapcsolatban nincs megállás. Az mindig agy. És ez megy végig. De hát emberek. Ez tönkret, minden, tönkreteszed a munkahelyedet, tönkreteszed a családodat, tönkreteszed a kapcsolataidat, tönkreteszel mindent. Értitek? Mindent tönkre lehet tenni ezzel az agy-agy mentalitással. Erről le kell szokni. Ne a mamon irányítson tégedet, hanem az Úr iránti vágy. És az Úr, hát övé, azt mondja az ige, övé minden, ami a földön van, övé az érték. Hát mi a pénz igazából? Gondolj bele! Hát mi a pénz? Ez egy önmagában egy papírdarab, nem? Jöjjön létre! Mármint nem úgy, hogy a nullából, hanem munka, meg minden ilyesmi. Tehát igazából ez egy papírdarab. Most elővennék nektek egy 20 000-est, most azt mondom, miért 20 000-est mondok? Hát azért, hogy a látásod legyen. Miért mondjam azt, hogy 200-as? Most már az sincs papírba. 500-as. Elő egy 20 000-es mutatnék nektek, ez egy papír. Most ennek hogy van érték? Egy papírdarab. Hát lehetne ez is az. Érted? Tehát most mi a különbség? Hát az, hogy az a papírdarab mögött a nemzeti gazdaságnak az értéke van benne. Érted? De az egy jelkép csak. Az a pénz, az egy jelkép. Értitek? Az ne, önmagában nem érték. Hát ha megkérdeznéd azt, hogy azt a papírdarabot, mennyiért a 20 000-esnek a papírját, mennyiért gyártották le, az nem 20 000 forint. Értitek? Az pár száz forintból, vagy lehet, hogy még annyi se volt az a,
ugye, hogyha sok nagy mennyiségbe csinálják, az a papírdarab, annak nincs 20 ezer forintos értéke annak a papírdarabnak, de az jelképez 20 ezer forintos értéket, ami a nemzetgazdaságban van benne elvileg. Értitek? Tehát ez a pénz. Tehát ez a pénz. A pénz az jelképez egy értéket, amivel a nemzet bír. Annak egy darabját jelképezi az a pénz. Ezért önmagában nem a pénz a rossz, értitek? Tehát sokan azt gondolják, hogy a pénzzel van a baj a keresztényeknek. Nem a pénzzel van a baj, hanem az az érték, amit jelképez a pénz, ahhoz a szíved túlságosan hozzá van nőve. Na, az a baj. És ez ugye megnyilvánul abba, hogy vasalja az ember a 20 ezreseket, meg a 10 ezreseket. Értitek? Tehát, hogy a kötődés ahhoz a dologhoz, na az a mamon. Értitek? Akkor van mamon. Nem magához a papírdarabhoz, hogy ott van neked. Az csak az jelképezi, hogy igazából, és ebből a szempontból most figyelj, mondok neked még egy durva dolgot az anyagi dolgokkal kapcsolatban. Az, hogy mennyi pénzed van, lehet, hogy nagyon durvát fogok mondani. Az igazából te magad vagy. Mert annál több nem tud bejönni, amennyi értékkel te vagy felszerelve. És akkor kérdezik az emberek, hogy van az, több millió forint jön be, és hogy csináltad? Sehogy, csinálja a dolgát, és egyszerűen megy. De a másik meg ezerrel próbál valamit, és alig jön be 50 ezer forint. De mi a különbség a kettő között? Nem a tevékenységben, nem a szaktudásban, nem a tevékenységben, mert lehet, hogy az egyik, aki 50 ezeret keres, lehet, hogy még jobban tudja megcsinálni, mint az, akit 1 milliót jön be. De valami különbség van a kettő között, és ez egy belső különbség. Értitek? Belső. És ezért jegyezd meg, hogyha nem akarsz akadályt gördíteni a pénz útjába, tehát az értéknek az útjába, mert hasonló-hasonlót vonz. Tehát ha te nem akarsz tehát az érték útjába akadályt tenni, ez neked először a személyiségednek kell megváltozni belül, gondolkozásmódba. Bensőleg kell megváltozni ahhoz, hogy pénz tudjon bejönni az életedbe. De most én nem úgy mondom, hogy most csak a nullából pénz jön be, de én mondjuk abban hiszek, hogy a kegyelem nagyobb. Ez különben a második, amit az anyagi javakkal, meg a pénzzel kapcsolatban, az adakozással kapcsolatban, hogy ember, te ne abba higgyél, hogy a két kezi munkáddal mennyit tudsz megkeresni, hanem Istenbe higgyél, aki kegyelmet ad. Érted? Akkor is dolgozni fogsz, csak akkor sokkal több pénz jön be a házba. Értitek? Ugyanúgy dolgozni fogsz. Ne konkrétan az legyen, hogy most a 8 órás munkámból mennyi pénz jön be. Na, ha ezt kiszámolod, hogy ebből mikor veszel házat, autót, robogót, meg egyéb dolgokat, akkor kijön az, hogy 200 évig kéne dolgozni. Hát ember, most akkor döntsd el, mibe hiszel. Érted? Hogy a kétkezi munkád hoz be annyi pénzt, vagy, figyelj, vagy Istennek az áldása, ami rajta van a kétkezi munkádon. Tehát a kegyelembe higgyél jobban, akkor is dolgoznod kell. Tehát úgy akarom megmagyarázni, ezt ne értsétek félre. Tehát, hogy többet a kegyelemtől várd azt, hogy betölti a szükségedet, és ne a kétkezi munkától. És meg fogod látni, hogy ez a kettő ez össze fog érni, de a természet fölöttitől várd a megoldást. És ezért mondtam nektek az értéket, hogy Isten van az értékek mögött, nem Isten mondja azt, hogy enyém a föld, és minden, ami benne van. Nem azt mondja Isten? És figyelj, a pénz az nem a nemzetgazdaságnak azt jelképezi, ami annak a nemzetnek geológiailag, ami adatot neki, azt jelképezi a gazdaság, a föld, és ami benne van a földbe, hát nem az jelképezi a nemzetnek a gazdaságát? Magyarán ki van a pénz mögött igazából? Hát Isten. Azt mondja, hogy övé a pénz. És nyilván az emberek társadalmi formában papíreszközt nyomtatnak erre, hogy ezt jelképezzék,
de emögött, az értékek mögött Isten áll, mert ő teremtette ezt. Ezért, hogyha te elkezdesz belül megváltozni, akkor minden lehetséges a számodra. Én ezt tudom neked mondani. Ha az a pásztor fiú, aki úgy kezdte el, hogy 7 gyerek közül a legkisebb volt, pásztor fiú volt. Hát számodra, hogy mennyit keresnek a pásztor gyerekek. De gondold el, hogy ez a pásztor fiú egy olyanba került bele, érted? Hogy a végén, amikor Izrael királya lett, több tonna aranyakat adott az úrházának az építésére. Nem tudom hány mázsa, ezüstöket, rezeket, fákat. Iszonyú nagy gazdagsággal rendelkezett. Nem Isten van a pénz mögött? Értitek? Ezért az az ember, aki a mamont szolgálja, ezért nem jut pénzhez, mert rossz helyre kapcsolja a szívét. Értitek? Mert ahelyett, hogy Istenre kapcsolná a szívét, aki minden értékek fölött van, helyette az értékek jelképére kapcsolja a szívét, és csodálkozik, hogy nem mennek a dolgok. Tehát ezért benned Istent így lásd, hogy ő az értékek teremtője. Hát ő, aki megteremtette az értékeket, téged nem tudna megáldani. Malig várják a 20 000-esek, hogy oda ússzanak a zsebedbe. És nem csak egy. Jó? Tehát így gondolkozzatok a pénzzel kapcsolatban, hogy van áttörés, lesz áttörés, de helyesen gondolkozzatok. Először egy helyes gondolkozásmód kell a pénzhez, utána helyes viszonyulás, meg kell változtatni a magatartást, és jönni fog. Ez nem egy-két nap, de egy-két év, de meg fog jönni az áttörés az ember életébe. Én hiszem azt, hogy Istennek nagyobb befolyása van a gazdaságra, mint az embereknek. Nagyobb befolyása van a pénznek az útjára, csak azért van így, mert a keresztények nem tudják, hogy nem tudnak helyesen gondolkozni a pénzzel kapcsolatban, nem tudnak helyesen hinni, helyesen cselekedni, és ezért az ördög használja azokat az értékeket, amit Isten azért teremtett, hogy a te szükségeidet meglegyen a válasz minden szükségedre. De ha van látásod, és azt szerint cselekszel, kijön az értékek, a pénz, kijön az ördögnek, az érték mozgása kijön az ördögnek a kezéből, és Isten befolyásolja, hogy a te hozzád tudjanak ezek befolyni. Amen. Következő alkalmazkodás az elutasítottságra, a szexuális vágy. Ugye ez volt az anyagi vágy, amiről beszéltünk. A következő a szexuális vágy. Ugye ennek több összetevője van a szexuális vágynak. Ugye ez első a világnézet, ugye, ami befolyásolja. Ugye itt jön be az, hogy szabad szerelem van, ugye a szexuális forradalom bejött 60-as évektől, utána rombolta le erkölcsöt, társadalomba, mindenhol lerombolta. És most már az a természetes, hogy hát szövetség nélkül is együtt tudunk lenni. Semmi gond nincs. Szexuálisan együtt élhetünk. Közben Isten ezt a házasságba hozta be. De ez is ugye a szexuális forradalom, meg ez az egész, ez megint a darwinizmusnak az eredmény, hogy az állatok is azzal csinálják, akivel akarják, hát mi is olyanok vagyunk, mint az állatok. A második pedig a média, ugye a filmeken keresztül bombázzák, ugye, hogy következmények nélkül. Mi jön le a love story-kból, meg ilyen történetekből, nem? A médiából, meg ilyen médiasztárokból, mi jön le? Következmények nélkül azzal létesítesz szexuális kapcsolat, akivel akarsz. Ennek nem lesz következménye. Sőt, happy end van a végén. És az emberek csodálkoznak, hogy tönkre megy az életük. 5 év múlva, vagy pár év múlva, 10 év múlva, egyszerűen tönkre megy, leamortizálódnak, és vége az egésznek. És mit tévesztenek össze? Nagyon egyszerű. Én azt figyeltem meg, addig tudtak csak megtéveszteni, amíg ezek a celebek mindig azt mondták, hogy ők szerelmesek. És tudom, amikor már 5. szerelmes, és ugyanúgy nyilatkozik, és mindenki az igazi, érted? Utána jöttem rá, hogy ez nem szerelem, ez testi vágy. Tehát ők a szexuális vágyra mondják azt, hogy szerelem. És akkor feljön a szexuális vágy, ugye, hogy a friss húst megszerez, elnézést, hogy ezt mondom, ugye az új húst, a friss húst megszerezni, addig ők ezt úgy érzik, hogy szerelmesek. A vadász ösztön beindul. Tudod, 60 évesen, 70 évesen, a vadász ösztön, emberek, nekem már 20-20-valány évesen
a vadászösztönnek vége kell, hogy legyen. Utána már nincs vadászösztön. Csak otthon kell, hogy vadászösztön legyen. De utána vége a vadászösztönnek. A szexuális vágyra használják ezt. Miért? Mert frusztráltákká válnak, elunatkoznak. Jaj, most ez van, az van. És akkor, érted, látunk, hogy egy új valaki megjelenik, hirtelen megfiatalodnak, azt hiszik, hogy 16 évesek újra, és újra az a érzelmek megjelennek, és úgy érzem, ő most szerelmes. Tehát emberek, szerintem a legtöbb 16 éves szerelem is szexuális vágy volt igazából. Ha jobban belegondol az ember, nagyon kevés szerelem született ott. Vagy pedig bolond szerelmek születnek meg. Tudod, hogy Romeo és Júlia egymást teszik. Tehát médiafilmek ezt sugározzák. Tehát ezt, hogy szabadon lehet, érted, sztárok is ezt, mindig boldogok, mindig happy, 8. férj után is teljes boldogságban élik az életüket. De ne higgyetek, ez a világnak a szelleme, ez ezen a területen a világ szelleme, ami így megy. De hogyan bombázza a vágy, tehát a szexuális vágy, hogyan bombázza az embert? Gondolatokon és szemeken kezdődik. Tehát először a gondolatokban, utána a szemekben kezdődik. Vagy fordítva, először a szemekben, utána a gondolatokban. Attól függ, hogy férfi vagy nő az illető. Ugye, de ez életérzés. Tudod, jön a tavasz, de ilyen életérzés. Hogy most gondoljátok el, hogy mi van abban a fiatalban benne, tudod, aki mindenki ott happy, boldog, huszkálnak, csak ugye ott párok járkálnak itt-ott, amott, ugye az egyik ott napozik, a harmadik amott, meg ki tudja, hogy. És utána egy magányos hölgy vagy egy férfi megy az úton. Gondold el azt az életérzést, amikor csicseregnek a madarak, zöldölnek, most már nem, de mondjuk tavasz van mondjuk. Zöldül a levél, minden ilyesmi. Értitek, és életérzések viszik bele az embereket bűnbe. Mert legtöbbször erről szól emberek, sajnos. Nem a józanész viszi bele. Mert ha józanésszel átgondolnak, akkor nem menne benne. Érted, nem esne bűnbe az ember. Nem tudod, mi a baj sokszor? Életérzések viszik bele az embert a bűnbe. Hogy akkor ott, abban a helyzetben, az az életérzés az embernek, és az az életérzés úgy rátelepszik a gondolkozására, meg mindenére, hogy úgy gondolja, hogy ebből az egészből csak úgy tud megszabadulni, hogyha bűnt követel. És ugye bejönnek a képek, gondolati képek, szemben, ugye pornográfia, önkielégítések, és akkor mi lesz a vége, amikor szexuális vágyak vannak az emberben? Szennyes gondolatok. Tehát az ember szennyesnek érzi, a gondolatai szennyesek. Állandóan, ugye mert mondtam nektek azt, hogy a démonok azok energiák. És azt érzi az ember, amikor benne van egy tisztátalan szellem, ugye azt mondtam, hogy elengeded magad, onnan lehet tudni, hogy mi van benned. Este, így elengeded magad. Nem gondolsz semmire. És mik jönnek elő? Mert a démonok, érted, energiák. Tehát áradnak ki, közlik magukat, és akkor olyan képek jönnek elő, olyan gondolatok jönnek elő, amik előjönnek, és az ember küzd ezekkel, és de nem tudja igazából, hogy mi ellen küzd, de hát emberek, ezek démonok, azt ki kell üzni, és nem lesz az a problémád. Na nézzük tovább. Lelkiismeretbe pedig érzéketlenné válik. Következő, alkalmazkodás, ugye az elutasítottságra. 6. Alkalmazkodás, elfojtás. Tehát elfojtja az ember magába. Mi a legjobb a probléma, mi a legjobb probléma megoldás? Ne beszéljünk róla. Ne hozzuk elő. Folytsuk el. Értitek? De figyeljetek, mi a probléma ebbe. Hogy legtöbbször ezek pszichoszomatikus betegségekben jelentkeznek. Keresztények körében ugye nem lehet haragudni. Hát ki mondta, hogy nem lehet haragudni keresztényeknél? Az van benne. Mert ugye mi a harag igaziból? Mi a harag? Ha jobban belegondolsz. Egy érzelmi reagálás egy helyzetre. Hogy valahogy feldolgozd. Tehát érted, ütközik a helyzettel, most ezzel nem legalizálom a haragot, ne értsetek félre, hanem csak elmagyarázom, hogy működik, és miért mondja Pál apostol azt, amit mond. Hogy ütközik a helyzettel az embernek az érzelme, ez mondjuk haraggal jön föl, és utána neki ezt fel kell dolgoznia.
És ezt mondja Pál apostol, hogy a nap ne menjen le a haragotokon. Ugye ezzel mondja, hogy ám haragudjatok, mert azért kell, mert ütköznie kell. Tehát valami érzelmi megnyilvánulásodnak kell, hogy legyen. Tehát az érzelem, amikor beleütközik az embernek, fel kell dolgozni a helyzetet, és ez amikor ez megnyilvánult haraggal, például a harag is megnyilvánult. Itt az a probléma, hogy ne maradjon ez meg, mert a harag az mérget hordoz, hogyha a következő napra, tehát konzerválódik, és méregbe jön elő, és gyűlöletbe, és minden másba jön elő, hogyha ezt hagyod a következő napra. Neked azt el kell rendezned. Ott, amikor ütközik az érzelmed a helyzettel, azt fel kell dolgoznod, azt nem elfolytanod kell. Azt nem, Isten nem arra hívott, tehát nem akkor vagy jó keresztény, hogy érzelemmentesen reagál az ember. Ég a ház! Jó, hát most akkor csináljuk tovább, mint hogyha semmi se lenne. Érted? Tehát, hogy közöny egy valamilyen szó. Pátosz. Apátia. Tehát egy ilyen szenvedélymentesség. Érted? Az nem keresztény erkölcs, hogy te szenvedélymentes, hogy nincs benned. Legalább tűz legyen, azt mondja az Úr is, hogy vagy legyél hideg, vagy forró. De az, hogy langyos vagy, hogy apatikus vagy, nem ilyen apatikusnak kell lenni. Tehát te nem akkor vagy igazi, szellemi keresztény, hogyha téged nem tud felbosszantani semmi. Értitek? Ettől nem vagy te szellemi ember. Tehát meg kell tanulni fel. Hát Jézus is, hát azért nem... Képzeld, milyen érzelmi hangulata lehetett, amikor megfonta az ostort, aztán ott szétcsapott. Az nem ilyen nyugodt, apatikus hangulatban, érzelemmentesen. Sikerült-e eldönteni azt az asztalt, vagy nem? Azért nem volt semmi. Vagy amikor Pál apostol reagál, amikor arcul ütik, nem? Ott a főpapra mondja neki, megver az Isten, te meszelt fal! Azért jól kimondta, nem? Azért nem mondhatod rá, hogy egy ilyen szuperszellemi, sőt, még rá is foghatott szegény Pál apostol, azt mondhatod, hogy ez testi volt Pál apostol. Hát de ember, én ilyen testi szeretnék lenni, mint Pál apostol, hogy így használjon engem az Úr. Azért nem akarok ennél rosszabb lenni, tehát vagy jobb lenni. Tehát most, vagy inkább úgy mondom, hogy jobb lenni. Pál apostol, meg Jézusnál se akarok jobb lenni. Az úgy kifagadt Jézus, meglátta a farizeusokat. Mondta, ti méregkeverők, tudod, kígyók, fajzatai, meg ugye Keresztelő János is látta, hogy jönnek messziről a farizeusok. Na, ott kiabált nekik az Isten embere, gondold el, Isten embere, használta az Úr. Ti mérges kígyók, fajzatai vagytok ti, viper a tojások. Az elmondta kőkeményen a dolgokat. Ma mit mondanak a keresztények? Jaj, meg kéne térnie. Nem szenvedélymentességre hívott minket Isten, hanem hogy feldolgozzuk, meg kell tanulni, mert hogyha szenvedélymentes vagy, beteg ember leszel, mert elfolytás működik akkor az életedben. Tehát mert a probléma, a megoldás úgy gondolja, hogy el kell nyomni a problémát, hogy ne bosszantson. De a tudat alattidból nem tudod kitörni. A tudatodból lehet, hogy sikerül ezt levinni a tudat alattiba, de az ott van. Az ott van. Azzal nem tudsz mit kezdeni, azt nem lehet elfelejteni, nem lehet úgy csinálni, mintha nem történne meg. És mi lesz? Ugye nem lehet. Ugye hogy csinálják világi emberek? Pozitív gondolkodás. Vagy pozitív beszéddel. Tudod, nem vagyok ideges. Vagy ugye, mit csinálnak? Nyugtatókat szednek, ugye. Vagy hát nem menjünk, alkohol. És akkor megoldottak a problémák.